Üdvözlök, ez itt az Észmerész, és jelen részünkben arról beszélek, hogy mit is jelent, hogy már 366 napja, hogy elkezdtem ezt az egész megnyilvánulást. Egyrészt a YouTube csatornámon, ott indult először, majd másnap feltoltam a Facebookra is, mert is ne. Gondoltam, csinálok egy ilyen eseménycsoportot, amiből később ugye oktató lett. Rengeteg ember, akiket láttam, annyira olyan életpontokat táplál magában, hogy ez egy nagy kihívás, meg hű, de jó dolog, srácok, meg ilyen apró hülyeségek, hogy jó, már egy évesek lettünk, akkor ünnepeljünk. Ugye természetesen ez az általános szociális konvenciókkal sorban áll, hogy az éves megemlékezések, azok léteznek, és micsoda dolog, hogy eltelt egy év. Nekem ugyanúgy eltelt egy év, apró statisztikák ugyan, ezeket csak fejből tudom. 40 videót csináltam, ami nagyjából ugye 10 naponta egy videó, Satzper kb. Írkáltam egy párat ide a csoportba is. Volt, amit csak ide raktam fel, de a többnyire csak a videóplatformra. És nekem nincs mit ünnepelni, nem azért, mert csak 2 ember iratkozott fel a csatornára, meg csak 8 ember látta ezeken a Facebookos posztokon, hanem azért nincs mit ünnepelni, mert ez nem különlegesség. De folyt köz. Szóval azért nem különlegesség, nem azért, mert hogy nem érdemel elismerést, hogy ezt meg tudtam csinálni, és ti meg tudtátok nézni, és esetleg ennek valami hatása is volt, hanem ez azért nem különleges, mert ez csak egy újabb nap. Az, hogy most pont 365 nap telt el, egyébként most már 367 napja kezdtem el, maga az ötlet a csatornára, meg a videó készítésére, hogy magyarul újra elkezdjek oktatni, az már jó 2,5-3 éve megfogalmazódott bennem, hogy ebből majd lesz egy magyar verzió is egyszer. És eljutottam lassan arra a szintre, hogy na akkor jó, akkor csináljunk egy új csatornát neki, csináljuk, akkor kezdjük el a Facebookon is keresgetni. És eljutottam oda, hogy ezt létrehoztam. Aztán lassan csináltam videókat is vele, és az eredményét pedig látjátok. A népszerűség, meg a statisztika engem annyira nem érdekel, nem azért csinálom, hogy ezt mások megnézzék, azért csinálom, hogy egyrészt magamból úgy is kiadom ezeket, mert én szoktam magamban beszélni, szoktam ezeket elmondani, szoktam magyarázni magamnak is, meg ki a levegőbe, hogy egyszerűen jönnek az ötletek, jönnek, hogy a rádöbbenések, és ezeket adom ki magamból, mert ha nem adom ki magamból, akkor én magam se hallom. Amikor valamit kimondunk, vagy leírunk, akkor azt jobban felfogjuk, és jobban belevésődik az izmainkba, meg a sejtjeinkbe, mint emlék, mert több részletet őrizünk meg abból a tudásból, mint hogyha csak kitaláltam, hogy most piros lesz az emendem. Tök mindegy. Tehát én ezeket egyébként is csinálom, az, hogy videóra vegyem-e vagy nem, az általában a környezetemtől is múlik. Ebből is látható, hogy inkább megállítottam, mint hogy a villamoson még videózzak, mert annak nincs sok értelme, most ugye most itthon vagyok, most azért tudok videózni. De, visszatérve az eredeti témára, sokan nagyon hálálkodják magukat, meg hű, de szerencsésnek gondolják, hogy hú, már van 2, pedig mindent megköszönnek, meg mindent hű, de ez egy színház. Színház, színjáték, filmek, játszás. Ami alapvetően odáig jutunk, hogy hazugság. Mégpedig nem másoknak hazudsz, mert az tök mindegy, hogy most másoknak hazudsz. A lényeg az, hogy magadnak hazudsz. Magadnak hazudod, hogy izgatottabb vagy, és jobban örülsz, mint ami valójában igaz. Örülök, hogy ezt megcsináltam, tök jó, hogy ezt csinálom, és tovább is fogom még folytatni. Az angol csatornán is most már kezdtem egy kicsit felzárkózni, és több videót csinálni. De ez nem arról szól, hogy hű, mennyien nézik, nem arról szól, hogy hű, milyen híres vagyok, nem arról szól, hogy mint egyes más csatornások,
Érdekes, hogy a csatorna szó magyarul teljesen mást jelent, ugye? De ez legalábbis számomra semmiképpen nem arról szól, hogy mi mennyi, mikor, és én ebből hogyan fogok meggazdagodni. Ez nem arról szól. Ahogy most már láthatjátok, a Facebookon frissítettem a szolgáltatások menüpontot. Akit érdekel, az használhatja. Van alapja a szolgáltatásaimnak, ha van szabadidőm, és valaki erre hajlandó is, akkor rengeteget tapasztalhatsz, és rengeteget tanulhatunk egymástól. Nem azt mondom, hogy csak én fogok tanítani, azt mondom, hogy egymástól tanulunk, mert minden egyes emberi interakció, jobb szó ilyen, mindkét félnek hasznos, és azért jött létre, hogy mind a ketten tanuljanak valamit a leckéből, amit maguknak kiraktak, ugye, hogy mégis megtanuljunk valamit. Éppen ezért szívesen vállalom azokat a szolgáltatásokat, amiket oda kiírtam, áraik, azok tájékoztató jellegűek, de mindenképpen akit érdekel, az használhatja ezt az opciót, most már bevállaltam így egy év után, hogy most már kirakom, és tessék szépen jönni, lehet engem megkeresni ott. Videó témákra lehet javaslatot adni, fogok azért még egy párat, lesz még ugyanúgy vegános videó, lesz még ugyanúgy ilyen elbeszélgetős videó egy-egy témáról, vagy csak egyszerűen megosztani egy kirándulást, ilyesmi, ha ez sem érdekel titeket, akkor az is jó. Egyéb híreink nincsenek, ha már itt vagy kezdetek óta, akkor köszöntöm, bár nem számít, mert ezen inkább te nyersz, mint én, nekem ez időbe kerül, meg ugye az idő pénzbe kerül. Ha friss vagy, és most döntöttél úgy, hogy megnézed, hogy mi ez, hát üdv a klubban, van egy pár videó még a háttérben, meg lehet azokat is nézni, meg még lesz is a jövőben. Itt a józanész diktál, és józanész nem az alkoholizmus ellentétje. Addig is további kellemes napokat nektek!